Buci újabb fontos három pontot gyűjtött be a csapat a Siófok ellen. Hogy érzed, mi volt a mai győzelemnek a kulcsa? Egy szó, csapategység. Abszolút ez a csapat érdeme. Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy idézőben ennyire simán fogunk nyerni ma, de ez is mondom még egyszer a csapategységet és a csapat erejét mutatja. Góllal járultál hozzá ehhez a győzelemhez, hogy elrúghattad a szabadrugás pöttyelődő, ugye a múltkori mérkőzésen betalált? Igen, hát nem volt könnyű eset, a pöttyi már nem nagyon akart odaadni, de aztán átengedte, külön köszönöm neki, és hál' Istennek sikerült is berúgni. Ez volt a 9. győzelme sorozatban a csapatnak, hogyha valamilyen dolgot kéne mondanod, amiben még lehet fejlődnünk, hogy még tovább tartjuk ezt a remek szériát, akkor mi lenne az? Nem tudok egy dolgot mondani, mindenben tudunk még fejlődni, úgy gondolom. Nagyon sokat fejlődött a csapat ez alatt a pár hónap alatt, amióta ugye az új edző jött. Azt gondolom, hogy teljesen megújult a játékunk, agresszívabban játszunk, többet próbáljuk birtokolni labdát, gyorsabban próbálunk átmenni támadásba védekezésből, és védekezésből támadásba. Azt gondolom, hogy mindig van hova fejlődni, de jó úton haladunk. Említetted, hogy a csapat nagyon sokat fejlődött, te személyesen hogy érzed most magad? Visszajött már az a meccs rutin, ami egy kicsit talán hiányzott a szezon elején? Azt gondolom, hogy még azért kell egy pár meccs, mert fél év az mégiscsak fél év. Meccsen jön vissza a rutin. Úgy éreztem, hogy kicsit fásultabb voltam. Megmondom őszintén, ez olyan meccs volt számomra, ami inkább a szívről szólt, hogy mennyit harcoljak, nem a brilliáns technikai megoldásokról, de remélem minél többet tudok játszani, és akkor minél jobb formába tudok kerülni. Némi hiányérzet esetleg, hogy a második szabadrugás lehetőséget a sorfalba rúgtad? Abszolút, ez nem így volt tervezve. A következő pöttyé átengedem neki.